Hello, Luca vagyok. 2015-16-ban voltam cserediák Kolumbiába, Bogotától 300 kilométerre egy Tunja nevű városban. Hey, Mira vagyok, és Svédországban voltam cserediák 2017-18-ban. Először Göteborg mellett laktam, és utána pedig Umeåtól laktam egy órányira. Én azért Kolumbiát választottam még 2014-ben, bővel egy évvel a kiutazásom előtt, mert előtte nem volt Kolumbia opció, viszont nekem van kötelékem pont EFS-en keresztül, hogy voltam fogadó tesója 3-4 darab kolumbiainak, és én eleinte úgy mentem a kiválasztásomra, hogy majd akkor Argentínába vagy Chilébe megyek, végül kaptam egy telefonhívást előtte egy héttel, hogy Kolumbia most már opció, és hogy érdekel-e, és így kerültem Kolumbiába igazából. Az én történetem kicsit érdekes, mivel az én családom kevert származású, anyukám magyar, apukám pedig szír, úgyhogy én eleve úgy kezdtem, hogy a Közel-Keletre szeretnék menni, mert azt a kultúrát már ismerem. A Távol-Kelet engem annyira nem vonzott, ugyanúgy, ahogy Amerika úgy teljes egészében sem, tehát maradt Európa, és akkor elkezdtem kikszenni az országokat, ahol már jártam, és rájöttem, hogy északon még nem, és Svédország egy kicsit ilyen rábökéses módon volt, de aztán elkezdtem utána nézni a különböző skandináv országoknak, és Svédország volt a legszimpatikusabb. Ez nagyjából a kiválasztás előtt egy 3 héttel fogalmazódott meg bennem, hogy én oda szeretnék menni. Nekem a fogadó családom az egy nagyon különleges eset az EFS-en belül, mert engem az a család fogadott, akinek a fiát mi fogadtuk 7 évvel előtte. És így nagyon érdekes volt, mert nekem a magyar családom ismerte már őket, viszont én még nem. És amikor kimentem, egy teljesen más környezetbe kerültem, mivel ők még nagyon vallásosak, keresztények, és nekem ez egy teljesen új irány volt, és én amúgy nagyon tisztelve éreztem olyan téren, hogy sose erőltették rám, hogy misére járjak, vagy bármi. Nagyon más a kulturális szokás Kolumbiában, szóval ott én nagyon fiatal voltam, 15 éves, lányként is, úgyhogy nagyon-nagyon vigyáztak rám, minden téren tényleg. És nekem az nagyon új volt, hogy igen, ott van ez az egész macsó kultúra, és hogy biztos a férfiak hozzák a döntéseket, de én végignéztem, ahogy a fogadó nővérem és a fogadó anyukám körül egy szóval így változtatja meg a döntéshozást. Igen, úgyhogy nekem ezeket meg kellett szépen lassan szoknom. Az első fogadó családom egy nagyon érdekes család volt magyar szempontból, ugyanis a fogadó szüleim nem voltak összeházasodva. Volt két lányuk, egy fogadó testvérem, nővérem, aki egy hónappal idősebb volt nálam, és egy fogadó húgom, aki jó pár évvel fiatalabb volt. A fogadó anyukámmal és a két fogadó testvéremmel éltem, egy farmon tulajdonképpen, egy domb tetején, mindentől távol, olyannyira, hogy sokszor térerő sem volt, mert az erdő közepén voltunk. Voltak lovaik, úgyhogy a délutáni elfoglaltságok az a túrázás, illetve a lovaglás volt. Az iskolám az egy nagyon nagy iskola volt, több ezer diákkal. Az osztályokban kb. 30-30 ember volt, mint itthon. Az iskola az felépítése, ugye az iskolarendszer az teljesen más volt, azt nagyon meg kellett szoknom. Nem voltak házi feladatok és ilyenek. A második fogadó családom, ők egy idősebb pár volt, akiknek már felnőtt gyerekeik voltak. Ők is kint laktak a semmi közepén, egy tó mellett, szintén nem volt térerő sokszor, ott is rengeteget túráztam. Az iskolám viszont egy sokkal-sokkal kisebb iskola volt, összesen 100-an jártunk az iskolába, abból 30-an az én osztályomba, úgyhogy mindenki ismert mindenkit. A kulturális különbségek nagyon jelentősek voltak számomra, ugyanis Svédország egy nagyon multikulti ország, ami kicsi nehezé is tette szerintem egyébként a beilleszkedést, mivel nem tűntem ki
Tehát ugyanúgy, hogy Magyarországra jön egy tájdiák, ő kitűnik, viszont én teljesen beleolvadtam a környezetbe, és volt kínai osztálytársam, bosnyák osztálytársam, voltak palesztin osztálytársaim, tehát nagyon-nagyon érdekes volt, de ez az életszemléletük, a természetközeliség, ez nagyon nyugodt, nagyon nyugodtak a svédek, és ez nagyon tetszett, és ezt nagyon szeretem bennük. Igazából nekem a családom az itthoniak. Már nagyon régóta az EFS közelében voltak, vagy mint fogadó család, vagy mint küldő család. Szóval, mivel már mindkét testvérem azon a ponton volt cserediák, így nálam már ez körülbelül egy ilyen, itt meg fog történni. Igazából, amikor megtudták, hogy Kolumbia egy opció, akkor nem volt kérdés szerintem így hármunk közül egyikünkbe se, hogy azt mondjuk, hogy talán mégse, hanem tudtuk, hogy ez így jó lesz. Igazából nálam már anyukám még úgy érezték, hogy így erre én nagyon régóta készültem, mert a tesóim sokkal idősebbek, mint én, és mindig láttam, hogy ők mennek ki. És én meg már úgy éreztem, hogy jó, akkor 15 évesen menjünk mi is. Ugyanúgy, mint te, az én családom is már benne volt az EFS-ben, mert én mielőtt kiutaztam, 3 évig önkénteskedtem, tehát a szüleim ismerték az EFS működését, ami amúgy szerintem segített őket meggyőzni abban, hogy ki is menjek. Ettől függetlenül azért ez nem volt egy olyan egyszerű döntés az ő részükről, viszont végül úgy gondolták, hogy elég sokat nyerhetek vele, mert egy eléggé visszahúzódó gyerek voltam, egyáltalán nem voltam önálló, tehát hogy az ebédemet is anyukám elcsomagolta és elvittem az iskolába. Fajta gyerek voltam, nem kellett semmilyen döntést meghoznom, és úgy gondolták, hogy szükségem lesz arra, mielőtt kikerülök a nagyvilágba, idézésen, hogy ezt így átéljem. Úgyhogy nem volt egyszerű, nálunk inkább az idő hossz volt a kérdés az én családomban. Először próbáltak meggyőzni, hogy mondjuk csak 3 hónaposra, csak 6 hónaposra, de utána mondtam nekik, hogy hát Svédországban csak 11 hónapos program van, úgyhogy muszáj egy évre mennem. Kiutazás előtt én még nagyon gyerek voltam, és sose értettem, hogy az EFS-en belül miért reagáltak úgy, amikor megálltam ott 14 évesen, hogy én akkor most kimegyek Kolumbiába, és most már azért értem. Én előtte versenyszinten sportoltam, és az volt lényegében az életem, és kiutazás volt az a pont, amit megszabtam magamnak, hogy addig folytatom, és hogyha egy évvel később is úgy érzem, hogy az a bizonyos sportág, amit én szeretnék csinálni, akkor folytatom, és nem is mentem vissza utána, mert nagyon sokat változtam. És én tényleg amennyire bármikor újra csinálnám, hogy 15 évesen kimentem, azért tényleg nagyon sokat nőttem föl abban az egy évben, és tanultam meg, hogy tényleg így a saját lábamra tudjak állni, és ne csak az legyen, hogy nem tudom, cipőt venni is anyukámmal megyek. Igen, én is, én nagyon-nagyon visszahúzódó voltam, nem szerettem prezentációkat tartani mások előtt, ne kelljen megszólalnom azt, hogy felhívjak valaki idegent, és mondjuk időpontot foglalja fel, mert ez esélytelen volt. Nekem ebben nagyon-nagyon sokat segített a cseraév, illetve főleg az, hogy egy olyan országba mentem, ahol a svédek ugye legendásan visszahúzódóak, tehát ki kellett fejlesztem tulajdonképpen egy kiállást, hogy igenis oda megyek, és igenis beszélek, és igenis csinálom. Illetve szerintem a probléma megoldó képességemet is fejlesztettem, mert nem volt az ott, hogy akkor most felhívom anyát, és akkor anyu megmondja, hogy mit csináljak. Hát meg azért sok minden olyat is átéltem, hogy ugye meg kellett tanulnom főzni, meg kellett tanulnom mosni, nyilván azért itt előfordultak balesetek, és akkor mit csináljak, hogy csináljak, tehát ebben szerintem nagyon sokat segített. Meg az olyan alapvető dolgokban, amiket először nem is gondoltam, hogy szükségem lesz rá, például, hogy kellett SIM-kártyát vennem, de hát ez azért nem olyan egyszerű, hogy elmegyek és veszek egy SIM-kártyát, és akkor telefonszámom lesz, de és akkor ezeket a problémákat egyedül, vagy a fogadó család segítségével, akik akkor még idegenek voltak számomra megoldani, ezeket mind megtanította. Nekem annyira ez nem volt tapasztalatom, mert van ez a
nagyon érdekes felfogás Latin Amerikán belül, hogy tényleg van bejáró nő, és nekünk a bejáró, vagy hát a család, akinél én laktam, ott a bejáró nő ott lakott, és tényleg reggel, amikor mi felkeltünk, már volt reggeli, és nekem ez egy nagyon bizarr gondolatmenet volt, mert itthon viszont pont az ellentétét tanultam, meg szoktam meg, és hogy nekem alapból az egész, hogy valaki kis tálcán odahozza az ebédet, és utána elviszi, és nem nekem kell, az nagyon idegen volt az egész év alatt. Főleg, hogy nekem a kinti családomnak volt ez a szokása, hogy a kanapén ülve ebédeltek. Ami nekem egy nagyon fura dolog, és én volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy bocsánat, nekem ez nem megy, és kimentem inkább a konyhába, ahol volt egy plusz asztal. Szóval nekem ez tényleg így nagyon furcsa volt, hogy van ez az egész hierarchia. A svédek a párkapcsolatokat teljesen máshogy fogják fel, mint mi. Nem fogják fel szerintem annyira komolyan, mint mi. A házasság, mint olyan, az ő kultúrájukban nem annyira jelentős, mint náluk. Tehát, ahogy mondtam is, nekem is a fogadó szüleim nem voltak együtt soha, nem is voltak összeházasodva, ugyanakkor volt két gyermekük, és jó kapcsolatban voltak. Ugyanakkor, mivel a párkapcsolatot máshogy fogják fel, így a barátságot is máshogy fogják fel szerintem. Úgyhogy ez mindenképpen nehéz volt megszokni, mert szerintem itthon az, hogyha azt mondom, hogy valaki a barátom, az egy egész szoros kapcsolatot jelent. Kint inkább ilyen ismerettségi szinten van, hogy sokakat ismerek, és tényleg maximum egy-kettő nagyon-nagyon közeli emberre mondják azt, hogy a barátom. Szerintem itthon ezt sokkal lazábban kezeljük, ezt a fogalmat. Amikor kiérkeztem, én ugye senkit nem ismertem sulin belül, viszont mindenki tudta, hogy jövök. Szóval én nem tudom, az első délutánomon hát besétáltunk, szedtük össze a fogadónővéremet, és mindenki odajött, volt, aki megölelt, én meg ott álltam, hogy te ki vagy? És én azt éreztem, hogy hihetetlenül nyitottak. Mondjuk ez várható volt kultúrából adódóan, de elképesztően nyitottak voltak. Nem csak arra, hogy én ki vagyok, hanem tényleg azt láttam, hogy érdekli őket, hogy mi az a pici ország, ahonnan jövök, mert nekik Magyarország rettentő kicsi. És hogy igen, voltak így barátaim, viszont nagyon felszínesek tudtak lenni, mert hogy nagyon az volt a megszokott, hogy mindenki mindenkivel jóban van. Szóval, ha volt bármi probléma az osztályon belül, akkor ezt így jól mélyen lenyomták magukba. Én meg egy eléggé szó kimondó ember vagyok, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Számomra a karácsony ünneplése az a szívmelengető volt. Az egyik legnehezebb időszak egy cserediák életében, hiszen a karácsony azért itthon egy nagyon-nagyon fontos ünnep, és mindenkinek nyilván nagyon hiányzik a családja. Viszont Svédországban ez tényleg egy olyan ünnep, amikor tényleg leül az egész család, és akkor van egy kacsamese, amit együtt néznek, így családilag, utána megnézik a lottószámokat, mert azután mennek le, és akkor van a vacsora, és felöltöztették a fogadó nővérem és a fogadó anyukám felöltöztettek két lovat a Mikulásnak, és akkor ők hozták az ajándékokat, és ez számomra egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Nekem az ilyen szívmelengető emlék az igazából az utolsó estém a családdal. Július 6-a, mert úgy történt, hogy én úgy döntöttem, hogy nem megyek az EFS-szel a reptérre, hanem hogy a családdal szeretnék kimenni. És leültünk, megvacsoráztunk, és kaptam tőlük egy albumot, ami tele volt képekkel a cserejévemről, de ami a legmeghatóbb, és még mindig megvan ez az album, hogy leírták az én teljes nevemet, és mögé tették a saját vezeték nevüket. És hát ez úgy nézett ki a név így egyben, hogy Luca Németh Tamara, mert így az volt a vezeték nevük, és ez nekem még mindig egy nagyon megható dolog. És ezen kívül én nem vagyok vallásos, ők viszont nagyon azok voltak, és egyszer előtte
októberben, vagy mikor mondtam nekik, hogy én ezt nagyon tisztelem bennük. És a kinti anyukámtól kaptam egy ilyen kis szentet, egy láncon, egy nagyon szép díszdobozba, amit most is viszek, hogyha vizsgázok. Nem azért, mert hogy vallásos, hanem mert hogy tőlük kaptam, és most már kicsit ilyen kabala. Meg nem tudom, nálad volt, de nekem van a teljes nagy zászló, mindenki aláírta, és ezt most is 8 évvel később szobafestéskor visszaraktam a falra, mert Igen, nekem két zászlóm is van, van egy svéd, amit a svéd barátaimmal írattam alá, és volt a magyar, amit pedig a cserediákos társaimmal írattam alá, úgyhogy mind a kettő kín van, hogy emlékeztessem. Volt vicces félreértés nyelvi szempontból, ugyanis svéd, ugye a skandináv nyelvek közé tartozik, a skandináv nyelvek pedig germán nyelvek, és nagyon sok szót átvettek a latinból, és mint olyat a görbe kifejezést, amivel legelőször matematika órán találkoztam a függvényekkel kapcsolatban, és ugye svédül kurván, amit ugye magyarul kicsit más jelentése van, úgyhogy igen, volt egy kis problémás itt, hogy komoly maradjak azon a két héten, amikor matematikából ezeket tanultuk. Illetve az egyik német cserediák társam nagyjából december közepén odajött hozzám, és mondta, hogy hát én most néztem meg a térképet, és amire azt hittem Magyarország az Ukrajna valójában. Úgyhogy igen, volt egy kicsi... Hát meg a szokásos, hogy abszolút nem tudták, hogy hol van Magyarország. Tehát voltam afrikai, ázsiai, európai semmiképpen. Leginkább. Nekem ilyen félreértés, inkább ilyen apróságok voltak. Többek közt az, hogy mi kijártunk a piacra minden két, második héten, hogy gyümölcsöt vegyünk, és kint lehetett kapni a fraises con crema, ami lényegében eper és tejszíha. Ez nem egy nagy dolog, de nagyon finom. És nekem az első sok hatás, amikor megláttam, hogy erre reszelt sajtot tesznek, akkor itt azért nem egy ilyen jól érlelt mazdámert kell elképzelni, hanem egy ilyen tényleg se íze, se bűze sajt, szóval ez a mozzarella előtti állapot. És hogy ezt így rárakták, akkor mondtam, hogy jó, akkor lehet, hogy sajt nélkül kérem az opció-e, és ugyanezt eljátszák a forró csokival, meg minden más édességgel, amit találnak, szóval így a gyümölcssalátára ráreszelik néha. Amik voltak így viccesek, hogy azért néztem, hogy vasárnap reggel miért rakosgatnak, de hogy sajtdarabokat a forró csokiba. Illetve, és ez valamennyire kötődik a tesztoríthoz, hogy a kanyar spanyolul, az kurva. És egy nagyon hasonló problémáim voltak eleinte. Főleg, hogy jó, ilyen szerpentines úton laktam, úgyhogy ezért voltak itt beszélgetések. Igen, hát a svédeknek is vannak néhány érdekes étel változataik. Ugye náluk nagyon híres, hogy a taco fredák, hogy minden pénteken tacót tesznek, de ennek a tacónak semmi köze nincsen a mexikói eredetihez, ugyanis nagyon sokszor raknak bele banánt például, illetve a pizzájukra is van a kebab pizza, ami kifejezetten svéd találmány, úgyhogy nagyon szeretik a brazil csokis pizzát is, úgyhogy igen, meg van egy hát egy ilyen rakott hússzerűségük, amiben van hát tejföl, hús, banán, pörkölt magyaró és egyéb össze nem illő hozzávaló. Úgyhogy én nekem ott volt az, hogy azt mondtam, hogy ez már sajnos nem nincs benne a komfortzónában, hogy kipróbáljam. Nekem nem volt előzetes nyelvtudásom, mielőtt kimentem. Talán annyi, hogy hola komolsztál, szóval, hogy így szia, hogy vagy, és így ez volt. És én nagyon makacs voltam olyan téren, hogy tény, hogy októbertől értettem, hogy mit mondanak, de rettegtem, hogy megszólaljak spanyolul. És ezt addig toltam, halasztottam, hogy a kolumbiai családom így rám nézett január 1-én, és ez nagyon sokáig megmarad velem, hogy mostantól nem beszélünk veled angolul. És az a félelem, ami így hirtelen megütött, hogy most akkor tényleg csak spanyol lesz, és igazából, ha ők akkor nem váltanak át, akkor nem lenne,
akkor nem lett volna olyan szinten a spanyol, amikor hazajöttem, azért azóta felejtettem, mert nehéz szinten tartani itthon, de hogy tényleg nekem ők voltak a nagy motiváló erő. Én azzal a motivációval mentem ki, hogy mindenképpen meg akartam tanulni nagyon jó svédül, mert hát a svédhez nincsenek igazán segédeszközök még az interneten sem, hogy az ember megtanulja, úgyhogy én sem tudtam, nem tudtam semmit svédül, miért kimentem, viszont beszéltem nagyon jól angolul, meg tanultam németül az iskolában, ami fontos, mert a svédnek igazából ez a kettő az alapja. Kint ugye mindenki beszél angolul, nekem az volt a nehéz pont, hogy erőltettem, hogy mindenki svédül beszéljen hozzám, de senki nem akar svédül beszélni hozzám. Viszont január környékén sikerült elérnem azt, hogy teljes mértékben átváltsak svédre. Aztán, amikor családot cseréltem, ugye sokkal messzebb költöztem, amikor, akkor az első két hét nagyon nehéz volt, mert meg voltam róla győződve, hogy ők nem svédül beszélnek, nem értettem belőle semmit, ugyanis egy elég erős finn behatás éli már ott a svéd nyelvet, elég éjszakon voltam. Nagyon, hát én merem állítani, hogy nagyon jól megtanultam svédül, nekem sikerült a B2-es nyelvvizsga, miután hazajöttem, illetve most emiatt is van munkám, és azóta is használom a nyelvet, ezt tanulom az egyetemen is, úgyhogy szerintem amúgy egy abszolút megtanulható nyelv, nem nehéz szerintem a svéd. Szerintem az, hogyha a döntés előtt állsz, mit? Így a gondolatok. Nálam ez azért eléggé meg volt úgymond írva, hogy én tudtam, hogy spanyol szeretnék tanulni, tudtam, hogy Latin-Amerikában szeretnék tanulni, és így akkor azért elég rövid lett az opciók listája. Nálam nagyon erős szempont volt, hogy minél messzebb menjek. Mert azt mondtam, hogy ha egy évre megyek, akkor minél messzebb, szerencsére itt az is segített, hogy olyan nyelvet akartam beszélni és megtanulni, ahol van opció. Elég könnyű volt a döntést meghozni. Én azt szeretem az EFS-ben, hogy rengeteg ország közül lehet választani, és szerintem addig kell olvasgatni az országokról, meg utána járni, amik helyesnek nem érződik. Én úgy gondolom teljesen, hogy mindenkinek van egy ország, ami így hozzá tartozik, és tudni fogja, érezni fogja a szívében az ember, amikor hogy ez az ország, igen, ez lesz a helyes döntés. Én legalábbis így voltam vele. Azért érdemes EFS-szel kiutazni, mert megváltoztat. Nagyon pozitívan megváltoztat. Azért érdemes kiutazni az EFS-szel, mert olyan lehetőséget tud feltárni, amikről nem is álmodhattál volna.